Az év első gyöngyösi babája hallhatóan nem szokta még meg a reflektorfényt és a nagy tömeget. Hangosan sírva tiltakozott az őt meglátogató emberek miatt. Sára Verona 3350 grammal és császármetszéssel jött világra a Bugát Pál Kórház szülészeti osztályán. A kis jövevényt az apuka is nagyon várta. A kislánya gyöngyösi házas pár első gyermeke, tudtuk meg az anyukától, aki az új év első napján ment be a kórházba. Elsőn 9 óra tájékán jöttünk be, és 14 óra 16 perckor született meg császármetszéssel. Igazából olyan 1 óra tájékán kezdődött úgy komolyabban a fájások, úgyhogy egész gyorsan. Dr. Algaui Nadimtól, a szülészeti osztály vezető főorvosától megtudtuk, a kórházban az elmúlt évben emelkedett a születések száma. Tavaly több mint 70 szüléssel többet vezettek le a gyöngyösi kórházban, mint a megelőző évben. Szerencsére ebben az évben jóval több szülés volt, mint tavaly és tavaly előtt, úgyhogy 887 szülésünk volt 2016-ban, és közel 900 gyerek született, ugyanis 12 ikerszülésünk volt, és ugye eleve akkor 12 gyerekkel több, és így 899 gyerek született ebben az évben. Jók az adataink, akár a magzati halálozás, akár a koreszüléssel kapcsolatosan. Hízgyögy polgármester elmondta, az, hogy a Bugát Pál Kórház 900 újszülöttjéből mindössze 250 a gyöngyösi baba, azt bizonyítja, hogy egyre népszerűbb a gyöngyösi kórház, hiszen a térségből, sőt még Pestről is egyre többen választják a gyöngyösi kórházat, a jó felszereltsége és a szakképzett dolgozói miatt. Az külön öröm, hogy a kórház rendkívül népszerű, hiszen amit mondtam, hogy Gyöngyösön körülbelül 250-260 gyerek születik, és a szülések száma tavaly éve több mint 800 volt. Ez azt jelenti, hogy a város messze túlhaladva, vagy a járás messze túlhaladva a szomszéd megyékből, és ahogy hallottam, itt Budapestről is jönnek szülni, mert nagyon elégedettek az itteni ellátással, az orvosok felkészültségével, a nővérek hozzáállásával. Ez egy jó dolog. Sára Verona és anyukája jó egészségnek örvend, és szerdán már el is hagyhatták a kórházat. A gyöngyösi újszülött egyébként a harmadik a megyében. Mind a 60-i, mind az egri első jövevény megelőzte őt.